Ebben a mai videóban a Chrome-mal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A Chrome legfontosabb hatása a szervezetünkben az inzulin érzékenységének a fokozása, tehát a hatására jobban működik az inzulin, gyorsabban csökkenhet a vércukorszint, javulhat a szénhidrát anyagcserénk. Az állandóan magas inzulin vezet a prediabeteshez, a cukorbetegséghez, a hasi zsírhoz, az érfalak károsodásához, szemállapotromláshoz, vese- és szívproblémákhoz, memóriaromláshoz, és még sorolhatnánk órákig a betegségeket. Ha sok szénhidrátot fogyasztunk, mint édességek, sütemények, gabonaételek, burgonya, rizs, a bolti ételek többsége, a króm rendszeres pótlásával érezhetően jobb lesz az emésztésünk. Jól lakottabbnak érezzük magunkat, később leszünk éhesek, és azáltal, hogy ugye gyorsabban normalizálódik az inzulin, a zsírégetésünk is hatékonyabb lehet. Mindaddig, ameddig magas az inzulin, a szervezetünk nem igazán éget zsírt, mert az inzulin a fő zsírtároló hormon, azaz amíg jelen van, pláne nagy mennyiségben, a szervezetünk zsírtároló üzemmódban van, tehát nem fogja felhasználni a testünkben már eltárolt zsírt. Mindig, amikor hatékonyabb lesz az inzulinnak a működése, az jó a szervezetünk számára, mivel a hosszú távon állandóan magas inzulin felborítja az egész hormonrendszerünk működését, és legfőbb forrása a gyulladásoknak, tehát a betegségeknek. A második fontos hatóterülete a krómnak az erek belső falára kifejtett hatás, ami a vérnyomás normalizálása szempontjából fontos. A króm fokozza az endotel relaxációt és javítja az endotel diszfunkciót, más szóval megnyugtatja az ereket, és így hozzájárulhat a vérnyomás csökkenéséhez is. Ebből a célból jó a króm mellé a B3 vitamin, azaz a niacin, a kálium, a Q10 koenzim és a fokhagyma, a mikroalgák, az omega-3 zsírsavak és a polifenol vegyületek, például amelyek a gránátalmában vagy a fekete áfonyában vannak. Javulhat a zsírsav profilunk, normalizálódhat a koleszterin a króm hatására. Ez ugye azért van, mert az inzulin a legfőbb felelős az erekben is ugye a gyulladásokért, és a szervezetünk az érfal gyulladások miatt emeli meg a koleszterinnek a szintjét. Általánosságban csökken a koleszterin, csökken az LDL és nő a HDL szint a krómnak a hatására. PCOS esetén nagyon ajánlott a króm bevitele, mivel a PCOS hátterében a legfőbb oka az inzulin rezisztencia, tehát az inzulin hosszú távon magas szintje. PCOS esetén jó a króm mellé még az inozital és a kálium bevitele is. Az elektronik italporral nagy dózist tudsz bevinni a káliumból és a krómból is. Kapcsolat van a króm és a depresszió, illetve a hangulati változások között, ugyanis a magas inzulin szintnek komoly hatása lehet az agyunk működésére is. Az agyunk nem tárol cukrot, tehát ha nem működik jól az inzulin, nem tud bejutni az agysejtekbe a cukor, így ugye hiány szenvednek, éheznek az agysejtek, ami a hangulatunk romlásához vezet. Depresszió esetén a króm mellé jó a cink, a D-vitamin, az asvaganda, a sáfrán kivonat, az omega-3 zsírsavak és az erjesztett probiotikus ételek. Ajánlható a krómpótlás hölgyeknek a változókor alatt is, mivel lassítja a kálciumvesztést, illetve segíthet az esetleges súlyfelesleg kialakulása ellen. Hiány alakulhat ki a szervezetünkben a krómból, ha rendszeresen gyakran fogyasztunk magas finomított szénhidrát tartalmú ételeket, továbbá jelentős csökkenés jelentkezhet belőle terhesség és szoptatás alatt, illetve megerőltető edzések esetén. A krómból mikrogramnyi mennyiségekre van szükségünk. A természet legjobb forrásai a brokkoli, a sörélesztő, a pulyka és a marhahús, a zöldbab, a valódi szőlőlé és a bor, illetve a paradió. Természetesen ezen ételek krómtartalma attól is függ, hogy milyen talajban fejlődtek, de általánosságban bennük van a legtöbb. Ha étrend kiegészítővel pótoljuk, a legjobb formája a króm pikolinát, amit ideális étkezés közben vagy közvetlenül étkezés után bevinni. A C-vitamin és a B3 vitamin javítanak a króm hasznosulásán, így mivel ugye a sörélesztő egy nagyon jó krómforrás, és ugye tele van természetes B-vitaminokkal,
B3 vitaminnal is, a sörélesztővel is hatékonyan lehet pótolni a krómot. Meg ugye sok minden mást, B-vitaminokat, beta-glükánt és cinket is. Ha gyakran nagy adag ételeket eszünk, sokszor túlesszük magunkat, a króm pótlása, a króm kapszulák szedése étkezés előtt és közben a legfőbb segítség ahhoz, hogy ettől a szokásunktól megszabaduljunk, már ha szeretnénk. Magas koleszterin szint esetén, illetve ha nagy mértékben ingadozik a vércukrunk, ami például szorongás vagy alacsony energiaszint formájában mutatkozik meg, nagy eséllyel alacsony a króm szintje is a szervezetünkben. Cukorbetegeknek kifejezetten fontos a króm rendszeres pótlása, náluk ugye gyakran alacsony a szintje. A króm pótlása akár nagyobb dózisban is biztonságos a legtöbb ember számára, illetve hogyha alacsony pajzsmirigyre szedünk gyógyszert, készítményt, akkor a króm pótlása előtt mindenképpen egyeztessünk kezelőorvossal is. Ha szeretnéd, hogy más is többet megtudjon a krómról, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti harang gombra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!